2012. január 1-től egységes állami katasztrófavédelem van, és mint ahogy hallottuk, április 1-ére szervezeti felállása is megtörtént itt a megyében a katasztrófavédelmi igazgatóságnak, illetve az a dolog, hogy a megyei védelmi bizottságban elnök helyettesként van jelen a megyei katasztrófavédelmi igazgató, és van egy másik elnök helyettes, amelyet a honvédelmi miniszter delegál, az jól mutatja, hogy összehangolt védelmi feladatokat látunk el. Ez azért fontos, mert Szabolcs-Szatmár-Bereg megye katasztrófavédelem szempontjából egy kiemelt megye.